És azt mondjuk, hogy van négyzetgyök kettő, négyzetgyök kettővel nem tudunk így önmagában mit kezdeni, mert ugye egy irracionális szám, nem tudjuk a pontos értékét. Abban az esetben, hogyha a négyzetgyök a nevezőbe kerül, mint itt ugye látjuk, akkor mit tudok vele kezdeni? Hát nem sokat de ezt el szeretném innen tüntetni, erről szól nevező gyöktenítése. Ugye odáig megbeszélhetjük, hogy úgy tudom eltüntetni a négyzetgyöket, hogyha négyzetre emelek, tehát négyzetre emelni ezt nem fogok tudni, mert azzal megváltoztatnám a törtnek az értékét. Másik opcióm, hogy beszorzom önmagával, négyzetgyök kettővel, ez nagyon jó, mert ebben az esetben el fog tűnni valóban, hogy a négyzetgyök is megjelenik a kettő ez lenne a célunk. Ám de, ha én beszorzok valami per négyzetgyök kettővel, akkor megint csak megváltoztatnám a tört értékét. Ezért ezt úgy tudom megtenni, hogy a számlálóba is négyzetgyök kettőt írok, ezáltal nem fog megváltozni a tört értéke, hiszen négyzetgyök kettő per négyzetgyök kettő egyenlő egyel szoroztam be ezt a törtet. És így pedig azt kapom, hogy négyzetgyök 2 per 2, ez lesz az eredmény, amit megkapok, és így gyöktelni a nevezőjét, mert hogy, hogy az eredeti törtnek ott volt a négyzetgyök a nevezőjében, és az így kapott törtnek már nem szerepel négyzetgyök, hanem csak a kettő a nevezőjében. Nézzünk egy másik példát. 11 per négyzetgyök 3. Mit fogok tehát csinálni? Ebben az esetben azt mondom, hogy beszorzom. Gyök 3 kell a nevezőbe, akkor gyök 3 kell a számlálóba is, ugye ugyanannak kell lennie, és ekkor tört szorzása, törtek összeszorzása számlálót számlálóval, nevezőt nevezővel. 11 szer négyzetgyök 3. A számláló, és négyzetgyök háromszor négyzetgyök három a nevező, ami azt jelenti, hogy 11 szer négyzetgyök három per három, és eltűnt a nevezőből a négyzetgyök. Nézzünk egy egyéb -egy bonyolultabb esetet. A bonyolultabb eset az az lesz, amikor is a nevezőben már nem csak egy darab négyzetgyök szerepel, hanem például az szerepel, hogy négyzetgyök három, meg kettő. Ebben az esetben az előbb megismert módszer, amikor azt mondom, hogy beszorzom ugyanazzal, az nem fog működni. Nézzük meg, hogy miért nem. Mert hogy négyzetgyök három, meg kettő, szorozva négyzetgyök három, meg kettő, az a már megismert, és alkalmazott nevezetes azonosságok miatt nem fogja azt az eredményt adni, mert hogy A plusz B szer A plusz B, gyök 3 plusz 2 szer gyök 3 plusz 2, ugye ismert nevezetes azonosság, A négyzet plusz 2AB plusz B négyzet, ez ebben az esetben gyök 3 plusz 2 a négyzeten, az egyenlő, ugye gyök 3 a négyzeten, meg 2 gyök 3 szor 2, meg 2 a négyzeten, ez idáig nagyon szép, mert ez 3, itt viszont azt fogunk kapni, hogy 4 szer négyzet gyök 3, meg 4, ami ideig egy nagyon szép dolog, de sajnos megmaradt benne a négyzetgyök 3, tehát az a cél, hogy így gyökteleníteni tudjuk a nevezőt, ezt a célt nem fogjuk tudni elérni, mert hogy azt fogom megkapni, hogy 7 meg 4 x 4 3, és itt pedig azt kapom, hogy 2 x 4 gyök 3 meg 4. Ez valóban egy másik tört, illetve ugye ugyanaz, mert ha egyszerűsítünk, akkor ugyanazt fogjuk visszakapni, de a törtnek a nevezőjében továbbra is jelen van a négyzetgyök három, amitől meg akartunk szabadulni, tehát nem ez lesz a jó módszer. De emlékezzünk egy kicsit vissza a tanulmányainkba, volt egy másik nevezetes azonosság, amit viszont itt most segítségül tudunk hívni, ez pedig az A B szer A B nevezetes azonosság, ami azt fogja mondani, hogy A négyzet mínusz B négyzet, ugye ez lesz ennek az eredménye. És hogyha ezt megnézzük, hogyan tudnánk ebben az esetben alkalmazni, nézzük meg, 2 per négyzet gyök 3 plusz 2, szorozva, akkor ebben az esetben azt mondjuk, hogy nem gyök 3 plusz 2-vel szorzunk, hanem gyök 3 mínusz 2-vel fogunk szorozni. Ugye a számlálónak ugyanannak kell lennie, tehát ez ugyanaz, és ebben az esetben ez itt kettőször gyök 3 4 per mi történik? A plusz B, A B, A plusz B szer A minusz B, az A négyzet mínusz B négyzet, vagyis 3-ból 4. Nézzük tovább, hogy néz ki ez. Azt mondja, hogy akkor az 2 x 4 z 3, mínusz 4, osztva 3-ból 4 az mínusz 1, és akkor ez egyenlő mínusz, ugye ha egy van nevezőbe, azt el is hagyhatjuk, 2 x 4 z 3, plusz 4, vagy 4 mínusz 2 x 4 z 3, és itt látjuk azt, hogy ezért a 4 mínusz 2 ször négyzetgyök 3, ez akár egy picit barátságosabb is tud lenni, mint az, hogy 2 per négyzetgyök 3 plusz 2, tehát a gyöktelenítés, ez nem csak egy olyan művelet, amit azért csinálunk, hogy adjunk nektek egy újabb feladatot, hanem ezáltal a törteket, aminek a nevezőjében négyzetgyök van, valóban egyszerűbb balakra tudjuk hozni. Tehát nézzük meg még egyszer, mi történik. Abban az esetben, amikor a tört nevezőjében nem csak egy darab négyzetgyök van, abban az esetben az A plusz B szer A B nevezetes azonosságot fogjuk segítségül hívni, és nem ugyanazzal fogjuk beszorozni, mint itt láttuk, hanem a négyzetgyök 3 plusz 2-t a négyzetgyök 3 mínusz 2-vel fogjuk beszorozni, így fogjuk megkapni azt, hogy ez a négyzet mínusz b négyzet alakban meg fogja nekünk hozni a várva várt eredményt, vagyis el fog tűnni a négyzetgyök, hiszen a négyzetgyök 3 a négyzeten az ugye 3 lesz. Nézzünk erre is egy másik példát is. Például azt mondom, hogy 3 per négyzetgyök 5 plusz négyzetgyök 7. Ugye ebben az esetben megint észreveszem, hogy itt egy összeg vagy különbség szerepel. Ha összeg vagy különbség van, akkor nem ugyanazzal fogom beszorozni, hanem megint segítségül hívom az A plusz B szer a-B nevezetes azonosságot, vagyis négyzetgyököt mínusz gyök héttel fogom beszorozni, és a számlálóba pont ugyanezt fogom leírni. Jó, tehát először kitalálom, mi a nevező, majd a számlálóba ugyanazt írom, hiszen ekkor lesz egy ennek a törtnek az értéke. Nézzük meg számlálót a számlálóval, nevezőt a nevezővel, Háromszor gyököt, minusz háromszor gyök 7 a számlálom. És nézzük, mit kapunk a nevezőben. A plusz B szer A mínusz B, gyököt plusz gyökjét szoroz a gyököt, minusz gyök 7, Az A négyzet az a gyököt négyzet, vagyis az 5. A B négyzet a gyök 7 négyzet, vagyis a 7. Itt, ha észreveszitek, szándékosan olyan példákat hoztam, ahol negatív lesz a nevező, hogy ezt is gyakoroljuk. Háromszor gyököt, 5, háromszor 7, per 5, bő 7 az mínusz 2, vagyis ez azt jelenti, hogy mínusz lesz a törtnek az értéke, háromszor gyök 5, 3 háromszor gyök 7, osztva kettővel. Jó, tehát még egyszer fogom és megnézem, hogyha a nevezőben összeadás vagy kivonás van, akkor ha az eredeti az összeadás volt, akkor kivonást alkalmazunk. Ha össze, kivonás volt, akkor még összeadást fogunk alkalmazni. Ezt úgy hívjuk, hogy a nevezőnek a konyugátjával fogunk beszorozni. Jó, ismerjük meg ezt a szót, a nevező konyugátja, nem ellentetje, nem minusza, nem bármi egyéb. Ezt úgy hívjuk, hogy a konyugátja, tehát az A plusz B-nek az A B a konyugátja, az A minusz B-nek az, az A plusz B a konyugátja. Tehát itt vannak a feladataink. Azt mondja, hogy gyögtelenítsük a következő törtek nevezőjét. Az első feladat, ugye, hogy működik? Ez ugyanaz, mint az első példában hozott megoldás. Amikor csak egy gyök van a nevezőben, ugyanazzal fogunk beszorozni. Lásd, itt a gyök 2 per gyök 2, gyök 3 per gyök 3-mal szorzunk. Ugyanezt fogjuk végrehajtani ennél a feladatnál. Nézzük a másik feladatot, a 24.08-es számú feladatot, ez pedig ugyanaz, amit második alkalommal mutattam. Tehát mit csinálunk ennél a feladatnál? Itt azt fogjuk csinálni, vesszük, mondjuk az A feladatot, 8 per négyzetgyököt plusz 2. Ránézek, látom, hogy itt van egy plusz akkor emiatt a konyugátjával tanuljuk ezt a szót. Négyzetgyököt mínusz 2, és négyzetgyököt mínusz 2 per négyzetgyököt mínusz 2-vel fogjuk beszorozni. Számláló számlálóval nevezőt a nevezővel, 8x négyzetgyököt, 8x négyzetgyököt, mínusz 8x2 az 16, ezt osztjuk, a plusz B, A mínusz B, A négyzet mínusz B négyzet, vagyis 5 mínusz 4 -jel. Ebben az esetben mit kaptunk? 8 x 4 5 mínusz 16, osztva 1 -jel. vagyis ez nem más, 8 x 4 5 mínusz 16. Kész vagyunk. Mehetünk a B-re, és itt tovább. Itt a végén amikor olyan feladatot kapunk, hogy XY van benne, akkor se fogunk megijedni tőle, innen fogjuk látni, hogy tényleg most már mindent értünk ezekkel kapcsolatban. Még egy dolog, amire érdemes felhívni a figyelmet, például megnézzük az F feladatot, és nem fogom megoldani helyettetek az összes feladatot. Olyat látunk, aminek a nevezőjében mondjuk kétszer gyök, kettő, mondjuk legyen mínusz gyök 3 van, tehát amikor legyen 1 a számláló, hogy egyszerű legyen a helyzet, ebben az esetben is pont én az, amivel látom, hogy plusz vagy mínusz szerepel itt, leírom kétszer gyök 2 plusz gyök 3, kétszer gyök 2 plusz gyök 3, a számlálót a számlálóval kétszer gyök 2 plusz gyök 3 szor 1, ez kétszer gyök 2 plusz gyök 3, és a nevező A mínusz B szer A plusz B, A négyzet mínusz B négyzet, és amiért ezt gondoltam, hogy nézzük még meg, inkább emlékeztető gyanánt, kettőször gyök kettő a négyzeten, az négyszer kettő plusz helyett mínusz A négyzet mínusz B négyzet, mínusz gyök három a négyzeten, az pedig három. Jó, tehát ez most nem az F volt, nem oldottam meg helyettetek, de pont ugyanígy fogjuk majd az F-et is megoldani. És ugyanígy fogjuk az itt, meg a hát, meg az összes többit. Jó, bízom benne, hogy ez így érthető, és akkor arra szeretnék kérni benneteket, hogy ezt a két feladatot, ami itt található, ezeket házi feladatként oldjátok meg. Köszönöm szépen!